Kerry Crompton is the referee in charge of this ladies' game, which is the best of three sets. A szokásos hölgy speaker a női mérkőzéseken. Tehát Lisa Ashton, Vince Stanley két angol játékos egymással szemben. Ami az idei vezető utat illeti, Lisa Ashton Paula Jacklint győzte le az első fordulóban. Nagyon simán 2-0-ra, ráadásul úgy, hogy ellenfele még egy darab leget sem tudott megnyerni. 3-0-3-0 volt a két szett. Ami pedig Vince Stanley szereplését illeti, ő Gallaghert győzte le, szintén 2-0-ra, az első szettet 3-0-ra nyerte, és aztán 3-2-re hozta a másodikat. Egyébként Lisa Ashtonnak az átlaga magasabb volt, mint Vince Stanley-é, ő 79,6, tehát majdnem 80-as átlagot dobott. Dobott volna, mérkőzésen. Dobott volna ő többet is, hogyha lett volna valami nagyobb ellenállás. Úgyhogy szerintem reméljük egy jó mérkőzést fogunk látni. Azt azért kell tudni, hogy ugye Vince Stanley-nek volt 200 fölötti kiszállója, köztük egy 134 is. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó játékot várok mind a két hölgytől. És ezt mutatta is Ashton egy 100-as kezdéssel. Ugyanaz a válasz, igen. Vince Stanley-nek. Ez csak egy 60 most. Ott van megint Vémádról. Daniel Ashtont, a lányát láttuk egyébként, a szőkehajú hölgy. Nem tudta kihasználni Vince Stanley ezt a 60-as körét Ashtonnak. 2016-os ifjúsági Európa bajnokságon Cipo Vivi Neumayer Kitty kettős nyert lett párosba Európa bajnok. És a Lisa Ashton lányát, Daniel Ashtont és a délután látható Bogrit győzték le párosba 4-3-ra a döntőbe. Hoppá. 45. Hát csak egy 45-ös. És így még 200 fölött van, miközben Vince Stanley lemet most 200 alá. Akár még kiszállóra is. 148-ra lemegy. 88-as átlagon van jelen pillanatban Vince Stanley. Ashtonnak kapaszkodni kell. Azonnal jön is a válasz. Két triplás, 121-es, rögtön lemegy 76-ra, Vince Stanley-nek a 148-al kell próbálkozni. Az benne van szerintem, nem, benne van. Igen. 100-as, igen. 48 marad, na tud-e rá dobni ez a kérdés, 76-ra következik Ashton. Hoppá, megvan a tripla 20, és bedobja dupla 8-at is. Gyönyörűen megoldja. Cicózott vele. Kétszer hazudtam. Itt. És a kedves hölgy meg ott mögötte. Paula Jacklin. 41. Nagyon a szívem csücske. 140. Ó, de jó. Esélyesnek megfelelően kezdi a mérkőzést Ashton. Na de, levált inkább. Igen. 139 a 140-re válaszként. Megijön a tripla. Újabb. 180! 140-180. A gyönyörű három kör volt, kettő Ashtontól, egy Vince Stanley-től. Ez csak 60. Vince Stanley megtorpant egy picit. Röpködnek a tripla 20-ak. Ebből lehet 10 nyilas, 145-re 36-ra. 10 nyilas lehet. A lányoknál se és a fiúknál se volt 10 nyilas egyáltalán, és egy hölgy fogja dobni a 10 nyilas. 100-asna nézzük a dupla 18-at, meg tudja dobni első nyílból. Nem. 11 nyíl. Az sincs. Ebből nem lesz 4 körös se.
No score. Ú, de kár érte. De az lett volna az érdekes, mondom még egyszer, hogy a férfiaknál se volt 10 nyilas. Tehát ha bedobta volna Liza Ashton, akkor egy hölgyjátékos dobta volna a legjobb leget eddig. Ú, de jó, de 100. Még mondhatni kerekített. És bedobja a lehetőséget. Nyilas, igen. 2-0. És Ashton kezd. Na. 26 két triplával. Itt van a lehetősége most Vinstallinek, hogy egy kicsit elhúzzon. És megpróbáljon visszabrékelni. 100-as jó kezdés. Azért eddig nem panaszkodhatunk, mondanám az átlagokat 93,45 század jelen pillanatban, és 92,18 pedig Vinstallinek. Előre mindig majd Ashtonnak az átlagát fogom mondani. És jó tempós, pörgős meccs. Nem nagyon. Ó, még egy 100-as. Mind a ketten 92 fölött. Hoppá! 41. Hát ez nem alakult túl jól, ez a legmost kivételesen Ashtonnak. Szerintem benne maradt ott a fejébe az a... dupla, szeretett volna ő 10 nyilas dobni. 60. Na most valamit oda kéne tenni Ashtonnak. És jön Jörincs a tripla. 140. És ez a harmadik is majdnem benne volt a tripla húszban. Állj, de kár a harmadikért. Így csak 158-ra tud lemenni. Ott meg egy szektorhibával kezdődik a kör. Az jó eddig. 125-ös megint. Hát, 87 a maradék. Nem lesz meg. Hát most nagy hiba volt. Na nem megoldja tudom. A 8-at, és ráadásul igen. Hát 100 fölött ragad Vinstanley. 70, a 20-as és a bull. 62-t dobott, maradt a 25. És most lehet mérges Vinstanley, hogy ezt az előző három nyilát. Igen, mert még hogyha nem 30, hanem 60-at, akkor is már sokkal kevesebb egy triplás. Még mindig jó tripla, 20-as. Nincs lehetőség így már. 40. Hát és nagyon simán 3-0-ra megnyerheti az első szettet. 50-et dobott, Istenem. A hölgy annyit hibázik, 50 a dobás. Correction on Lorraine's score, 50. Szegény a tavalyi évben egyáltalán nem hibázott, és elindult egy hiba hullám nála, és délután is rengeteget hibázott. Na tehát aki dolgozik, hibázik. Így van. 17. Lorraine, you require 78. 78, tripla 18-as, sima is jó, van folytatás, igen, és így 20, dupla 20, dupla 20, nem dobja be. Nincs benne, és csalóka volt, mert eléggé kitakarta a nyíl a másikat, dupla 2, nagyon rossz helyre, ajj! Ma Vinstanley, hát ezt most már illene megdobni. Be is dobja. Megy tovább az első szett, nem tudta lenullázni az első szettet. Vissza is tudott brékelni így. Stanley. Nagyon picit téveszti el a triplát. 60. Legalább a 7-esben a tripla jött. Százas. Ez
ez is. Nagyon jó kezdődik a kör. Az is. 180! És ezzel kiszálló van. Bizony, és hogyha ez így folytatódik, akkor döntő legre kényszeríti Ashtont. 0-2-ről egyenlítve. 43, ez most... Újabb okay. Tripla. Tripla 17. Az is jó. Jó játszik. És a bull. Majdnem 6 tökéletes nyíl volt így. Hát így is nagyon jó az esély az egyenlítésre. Ó, és nem jó, most leragadt Ashton, amilyen jól kezdte a meccset, most picit krízisben van. Na nézzük a 25-re Winstanley-t. Elrontotta a szektort, de még orvosolható a baj. És nem dobja be! 21-et dobott. Nem mondott semmit. Na? 127. 127. 90 maradott. Dupla 2. Még mindig szenved vele Winstanley. Ó, ez nagyon távol van. És most van meg. Nagyon kellett, mert már ott volt a nyakán Ashton. 2-2 döntőleg, amelyet majd Lisa Ashton kezd. 59. Nem jó kezdés. Az viszont igen. Hú, jön 2 is. Hú, de most nagyon megkapta. 180! Honnan? Támad föl Winstanley. Sima 2, de az, ami nagyon érdekes, hogy nagyon-nagyon-nagyon visszaesett a teljesítmény. Ugye ott volt, amikor meg lett volna a lehetőség a 10 nyilasra, igen. Az nem jött be, és oda azóta néz, oda mély repülésben van. Azt hittem, a 6-at rontotta el! 5 tökéletes nyíl megvolt. Délután már volt kérdés, csak nem válaszoltuk meg, hogy volt a hölgyek mezőnyében már 9 nyilas, dobott már hölgy természetesen 9 nyilas. A hölgy is, a Bo Greaves is dobott 9 nyilast, akit ugye délután láthattunk. 100-as. Borzasztó, 84. Már, ami nagyon érdekes, hogy mondom, visszaesett 94-es átlagról Ashton. 97. Lorraine Winstanley pedig egyfolytában magas megy fölfelé az átlagokba, és most már majdnem 90-es átlaga van. Nincs 59. meg a bull, de hát most hol van? Tök fölösleges volt rádobni. Ezeket nem értem, most simán kerekíthetett volna. Nem megy Ashtonnak, nagyon-nagyon 19-es. Nem 16-os 170-re 56-tal. És most megnyerheti az első szettet Winstanley. Dupla 4, ezt az előbb is végignéztük. Ne, láttad? Ugyanúgy a brót mellé dobta. Hát 170 az bravúr lenne. Férfiak dobtak már ketten. 170-es kiszállót, hölgy még nem, hát most sem sikerül. 100-as. Na most már meg kell, hogy dobja Winstanley. Előbb hárommal megoldotta. Közelít. Dupla egy. Már... Dupla egy. Igen, és rá... Igen. Hú! Jó. Mekkora előnye volt pedig Ashtonnal szemben. Ebből meg az lehet, hogy ha bedobja Ashton, akkor ezt hogy lehet majd feldolgozni? 60, dupla 20. Nincs meg! Be. A délután láttuk, hogy a dupla egyel mennyit elszenvedtek a hölgyek. Óvatosan kell közelíteni, mert... Na, most ez nagyon jó helyen van. És nincs meg! Ashton jön dupla 10-re.
Bedobja! Hó, Vince Stanley! Hát álmatlan éjszakája lesz, azt hiszem, hogyha kikap. Mert ez simán beúszhatta volna ezt a szettet. Tizenkettő szetnyira volt. Tehát most már nem tudom, Lajos vezette ezt a statisztikát, de délután az egyik női mérkőzésen valami döbbenetes, hogy mennyit szenvedtek mind a ketten az egyes kiszállóra. 43. Szokott lenni, de Ashton vezet, és mégis nem jön neki az a magabiztos játék, mint ami jött a szett elején, az első szett elején. Na, abban a pillanatban, hogy kigejtettem, már is egy tripla 20-as. Előbb kellett volna mondanom, 99. Százas. Benne van megint a triplába, az is szép. Le fog váltani. 137-es. Ilyen szépen ott ültek egymás mellett. 140. 94. Minek dobsz búra megint? 193 pontja van. Kicsit túl 66 pontja a dolgot. Igen, 66. Annyira koncentrált egyébként. Gyönyörű marad a 36. Annyira koncentrált, hogy észre se veszi, nem is foglalkozik azzal, hogy hol áll Ashton, csak csinálja a dolgát, és egy alapvető, ha kiszálló lenne Ashton, akkor arra kéne dobnia, mert ő dobál. Tehát le kéne bulla kerekíteni, dupla 9. És megint elrontja a kiszállóját Vince Stanley. És 96-ra megint lehet egy... Ez megvan a tripla. Még mindig dupla 18. Ő se dobja be. De várjunk, mert ahogy kiszállózott Vince Stanley, az előbb semmi garancia nincs arra, hogy megdobja a dupla 9-et. Igaz, nagyon közel van. Megdobja. Game shot and the first leg. Lorraine wins Stanley. So second leg it's Lisa to throw first. Game on. Saját kezdését nyerte Vince Stanley a második játszmában. 58. Most vagyok kíváncsi, hogy milyen játékot fog mutatni Vince Stanley hátsó pályáról. Mert ha ugyanígy nyomás alatt tudná tartani Lisa Ashtont, akkor meg tudná nyerni a mérkőzést, szerintem. 85. Ha jönnének neki ugyanúgy a triplák, most mind a ketten már 80 alatti átlagon. 100-as. A tripla 18, igen. Jól alakul Vince Stanley számára ez most hátsó pályán. Ez a 140 igen jó jött. 98-as, na nézzük a 2-18 mennyire megy le. 660-as. 158. 167. De jó, tripla 19.
Az nem vissza tripla 20-ra. Gyönyörű. 139-el, lemegy 28-ra. Winstanley kényszer helyzetben, de hát ebből... Az rosszul dobott nyíl volt az első, igen, rosszul is áll neki. 98-al 60 a maradék, na nézzük. Lisa Ashton bedobja a dupla. És hetes jön. Most már dupla hetes, igen. Nem dobja be! 2-0 lehet Winstanleynek, és két nyíla lesz majd a duplára. Épp hogy megvan a szektor. Igen. Az nagyon messze van, az nagyon messze van. Nem is dobja be! Egyenlőre nincs. 2-0, helyett lehet 1-1. Dupla 7, nézzük. Bedobja! Winstanley jobban kiszállózna, azért nem így állna a meccs. 12,5%-kal kiszállózik Winstanley, és 22,3%-kal Lisa Ashton. 18/4 Lisa Ashton, és 24/3. Winstanley 24/3. És ami érdekes egyébként, hogy 98 fölötti első 9 nyila van Winstanleynek. És 81 fölött, 81 és feles első 9 nyila van Lisa Ashtonnak. 60-as. Százas. És jól játszik hátsó pályán, az Ashton. Oha. 81. Nem tudja azt a játékot mutatni egyébként. Winstanley még annak ellenére is, hogy megnyerte az első. Na ez a nagy szerencséje viszont, hogy Ashton így elrontja ezt a három nyilat. Ez nagyon rosszkor jött neki, és nézd meg ugyanúgy. Látod? Na, ez az egyik legérdekesebb dolog. 83. Ilyenkor milyen lelki állapotba kerülnek, hogy két szenzációsan dobó játékos. Egyszer csak 139. Megtáltosodik, vagy majd szétesik a játéka. Az jó, tripla 19. Az is megvan. Lemegy 40-re. 140. Szép kihívás. Megvan a tripla 20. Az is. Dupla 10. Még görbült is a drót. Azt a drótját, mi? Dupla 20-ra nézzük. Dupla 10-re nézzük. Ó, még mindig még jó dupla, lehet. Dupla 4. Nem dobja be! Hihetetlen. Hát így nem lehet nyerni. Dupla 10. Dupla 5-ös. Nem jön, elrontja nem tudja beledobni ő se. Kap a sorstól megint egy lehetőséget, és ez a sors most Ashton volt. Hát ez elképesztő. Na, még van egy nyila. Bedobja! A dupla egybe. Vezet 2-1-re Winstanley. De Ashton kezd. Ott vannak a kiszállózások. 29 kísérletben 4-szer dobott duplát. De azok nem azok, de mindegy. 30/4 és 21/4 a kiszálló. 140. Nem, most nagyon jó. Nem jó adat nem. Szerepelt ott? Nem. De hát ezt már megszoktuk egész világbajnokság alatt, majd kijavítják úgyis. Oda nézd, de most megint elkapta a fonalat Winstanley. 180! Csak most fordítva, mert ilyen, itt már voltunk. Most megint ugye az lesz a kérdés, mert előbb fog kiszállóra jutni Winstanley, mint Ashton, hogy a duplára hogy dob majd. Ó!
Kerekít 180-a van, két tripla 20-assal, 60-ra tud lemenni. Jézusom. 25. Hát ezt jól elszúrta. És jön 98 az Ashtonnak. Igaz, hogy nincs kiszálló. Igen, tehát 6 nyila van 156-ra. Az nagyon jó, eddig 76-ja van. Na marad az 56. Na, most semmi más lehetősége nincs, csak egy nagy kerekítés kell dobni a Liza Ashtonnak. De bizony, mert megy utána Ashton rendesen. Oly, nagyon szép. Nem hibázhat Vince Stanley. Ez megvan, és két nyíla az egyenlítéshez. Nincs meg. Oly. Tovább rontja a kiszállózását. Hihetetlen mennyi sanszot szalaszt el. Dupla 20, bedobja Ashton, 2-2, és megint egy olyan leg, amit Vince Stanleynek kellett volna nyerni, és hanyadik ilyen esély. És hányszor fog tudni fölállni lelkileg, ez a legfontosabb része. Mikor fog egyre többet hibázni majd. 60. És itt is döntő legre kerül sor ebben a szedben, akár csak az elsőben. Az 60. Is 60. Hogy ez hozza Liza Ashton, akkor vége a mérkőzésnek. Tehát az életben maradásért Vince Stanley. És egyre több a hiba. Nincs tripla, 45. És már ledolgozhatja hogyha... hátsó pályás hátrányát Ashton ebben a körben. Megérzi a vérszagot. 100. Akkor azonnal jön. Dolgozgatja is. Megint egy szektorhiba. Aha, 45. Hát most... Még 180-an se csodálkoznék. 60. Még nem reménytelen teljesen Vince Stanley helyzete. Ma. Na, nagyon szép volt, 140, nagyon sokat javította. Igen, azon volt, ugye egyetlen egy triplás köre volt Liza Ashtonnak, az összes többi szektor az megvolt, de nem jött tripla. De dob egy 140-et Ashton is. És nem van kiszállón hátsó pályán, most összerakta Vince Stanley is. De kár, hogy aláment. De 140-et dobott. Hú, na most jön a nagy ötközet. Száz egye van. Nincs tripla és 71. Ez a sima feladata. Szektorokkal lehet dobni egy duplát. Ojja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 j. 50, most is még lehet. Most számolgatnia 51-je kell dobnia, vagy sima 17-es, vagy tripla 17. Az megvan, és egy nyila van búlra. Nincs meg. Ez egy 3-as, 47 a maradék. És most megnyerheti a meccset Ashton. Különösen a tripla 20-at megdobja, nem dobja be. Hopp. És a búj, kidobta! Meg is jelölt. Ott a helye. Hihetetlen. A fránya meccs nyíl. Megvan is 32, dupla 16, még mindig dupla 16. És ezt is elrontja, hát így. Ennyit nem lehet hibázni. Így nem érdemel további jutást Vince Stanley. Ennyit nem lehet hibázni. Tízes. Megint megtalálták, igen. Dupla 10 lesz. Bedobja. Itt a vége. Nem tudom, Vince Stanley ezt megemlegeti még ezt a mérkőzést, azt hiszem, és átgondolja, hogy ennyit, de ennyit hibázni simán legyőzhette volna Liza Ashtont. Nagyon volt egy időszaka a mérkőzésnek, hogyha amikor olyan szenzációsan dobott, mint egy csúcsformában lévő
férfi játékos, szenzációs volt. Aztán jöttek az apró hibák, és nem bírta feldolgozni. Hát meg főleg a rossz kiszállózást. Úgyhogy hát 2-0-ra nyert Lisa Ashton, és akkor 4-1-en túl vagyunk mérkőzésen, és most a női mérkőzés után következik, majd szünet után egy férfi mérkőzés.